Első alkalommal szerveztek lövészversenyt a Tolna megyében szolgáló fegyveres rendfenntartó szervek munkatársainak. A szervezők igyekeztek olyan pályákat kialakítani, amiken a feladatok a rendőri munka során előforduló éles helyzeteket szimulálják. Megpróbáltuk ezeket a lőgyakorlatokat úgy alakítani, hogy igazodjanak a rendőrségi elvárásokhoz, illetve olyan szituációkhoz, amelyek az utcán is várhatják őket, főleg itt a csapatpálya, ahol hárman dolgoznak együtt. Ez a lövészverseny nem csak abból a szempontból volt különleges, hogy a résztvevőknek konkrét szituációs gyakorlatokat teljesítve kellett a legpontosabban vagy éppen a legrövidebb idő alatt lőniük. A verseny érdekessége volt az is, hogy főként pisztolyokat kellett használni, nem pedig puskákat. A pisztolyal a legnehezebb lőni, az mindig a legnehezebb műfaj, és minden nagyobb kaliberű az adott fegyver, annál nehezebb kezelni, ugye annál komolyabbat rúg a fegyver, annál keményebben kell tartani. Megdolgozza a lövész nagyon a maroklőfegyver. A versenynek bár Tolna megyei nevezők vettek rajta részt, mégis a Baranya megyei Szászvár lőtere adott otthont. A helyszínválasztás oka pedig az volt, hogy az országnak ezen a részén kizárólag itt van olyan pálya, ahol meg lehet rendezni egy ennyire összetett feladatokat tartalmazó lövészversenyt. A szászvári versenyen végül 4 kategóriában hirdettek győzteseket. A nők között Bogár Dalma lett a legjobb, a férfiak közül Kertész Roland állhatott a dobogó legfelső fokára, míg a lőki képzők között Héregi Tamás nyert. A csapatszámokban pedig a szekszárdi rendőrkapitányság B csapata bizonyult a legjobbnak.